Igen, és nagypapa ilyenkor el szoktad mondani azt, hogy azért fontos a nyomás, meg azt tanultuk ma, hogy? Hogy a nyomás és a felület szorzata adja az erőt. Hogyha a nagy erőt akarunk kifejteni, vagy a nyomást, vagy a felületet kell megnövelni, avagy mind a kettőt. Most pedig főzni fogunk kukoricát. Tudod miért? Ezzel is tanítani szeretnélek benneteket. El szeretném mondani, egy kollégám felrobbant a kuktával. Ő együtt felrobbant a kuktával. Hát igazából a történet az úgy nézett ki, hogy megrakta a kuktát vízzel, belerakta a kukoricát, lezárta, és az egyik szelepet elzárta a kukorica csutkája, a másik szelepet pedig előzetesen házilag megjavította. Várja, mert azt mondjuk el a nézőknek, hogy azért van a kuktán két szelep, mert ez a szuszogó szelep. Ez a szuszogó szelep. Amikor nagy a nyomás, akkor ezt itt elengedi, és van rá egy biztonsági szelep, hogyha a szuszogó szelep nem működne, akkor egy idő után így a biztonsági van. Szelepbe elolvad egy kis fémlap, ami mi szokott lenni, rész vagy valami. Hát ez egy speciális ötvözet, amely körülbelül 130 fokon elolvad és elcsöppen. Igen, és akkor elengedi a nyomást. Így na most, van. Ez a kollégád, ez mit csinált? Az oké, hogy a szuszogót elzárta a kukorica csuhé. A másikat az pedig kicserélte alumíniumra. Amely... okos volt. Hát nem volt otthon éppen ilyen biztonsági szelep, és gondolta, hogy majd kicseréli. Na, ezek azok a pillanatok, amikkel inkább nem kell aznap főzni. Ehhez képest mi most megpróbáljuk utánozni? Igen. Hogyan? Hát úgy fogjuk utánozni, hogy kicsavartuk a két szelepet, és mind a két szelep helyére tettünk egy ja, hogy ez egy preparált kukta. Ez egy preparált kukta, így van. Ez le van zárva. Ez bitangul le van zárva. Most pedig azt fogjuk csinálni, hogy elkezdjük a kukoricákat berakjuk. Köszönöm. Na, Sanyi már közben dolgozott is. Én ezt ketté töröm, úgy jobban belefér. És utána lezárjuk. Hertlein kukoricatörő Károly és az ő kis konyhája. Mi nem jó? Hát nagyon jó. Sokkal jobb. Ugyan... azt már meg lehet enni a végén? Hát majd meglátjuk. Szerintem biztosan jó meg fog puhulni, ugyanis amikor a hőmérséklet... Sanyi, most ezzel csak az a baj, hogy ez a víz már forr. Amikor a hőmérséklet elkezd növekedni majd a kuktában, szabadon nem tud forrni a víz, éppen ezért a nyomás hatására nem fog elkezdeni forrni a víz. Teszem növekszik, növekszik, az a tetejére szoktuk tenni ott arra mifelé. Én közé teszem, mert mi ezt még így szoktuk. Jó. Mindent, tegyünk bele mindent, nyugodtan, bátran, hagyj egyen az egész város. Úgy. Tessék. Tehát az a lényeg, hogy a kuktában a hőmérséklet, ami kialakul a nyomás szelepnek köszönhetően, lényegesen nagyobb, mint 100 Celsius fok. Itt most az egekig fog szökni a nyomás, és ennek eredményként a kuktánk föl fog robbanni, pontosan úgy fog fölrobbanni, ahogy ezt tette annak idején a kollégámnál. Ezt hát ne, hogy elengedje már. Bocsánat, ezt félredobjuk. Ne már! Akkor már tegyük a tetejére, hogyha fölrobban, persze, akkor lássuk messziről, mert én nem akarok mellette lenni, amikor fölrobban. Te figyelj. Nézheted teljesen közelről. A helyzet az, hadd mondjam már végig a mondatomat. Mondjad már végig! Tehát az a lényeg, hogy amikor itt a kuktát lezárjuk, elkezd növekedni a hőmérséklet, és 100 fokon nem fog megforrni a víz, hanem elkezd növekedni benne a nyomás, és amikor ez majd a nyomás akkorára fog növekedni, hogy a kukta nem bírja ki, akkor föl fog robbanni, és iszonyatos mennyiségű gőz fog keletkezni. A szóval karcsika. Ez nem szép dolog, hogy cigarettázásra tanítasz bárkit. Ez nem, ez a kukorica levél. Akkor zárjad le. Zárjuk le a kuktát, így. És hogyha sikerült lezárni, akkor most mindenki fel az égbe van. De rakjuk meg egy kicsit csuhéjjal. Nem kell az. De tegyük, lássuk messziről. Lássuk, hidd el, hogy kell nekem. Figyelj, az a baj, megyek, hogy... te csak maradjál, rakugosod. Maradj már ott. Sajnálom, de megint igazam lett. Mindig is mondtam, hogy nekünk pofonból is nagy kell, meg tűzből is. A gázról se kevés volt, ezért most raktunk egy ilyen nagyobb acska tüzet, rátesszük a kuktát. Elmondanám ide a kamera. Amit most önök látnak, azt ne próbálják ki otthon, soha. Így főzni nem érdemes, meg nem is költséghatékony. De remélhetőleg a török kukta végleg megadja magát, mint egy szimbolizálva azt, ahogy az Oszmán Birodalom is elbukott annak idején Magyarország területén.